jó napot kívánok! Az utcafórum elején Mucsi Tamás országgyűlési képviselőjelölt röviden ismertette programját Hódmezővásárhely és Makó vonatkozásában. Föl kell újítani a vásárhelyi piacot. Meg kell valósítani a panel programot. Önálló kórház kell Makónak és Hódmezővásárhelynek. Olyan várólisták vannak Hódmezővásárhelyen, de miért? Azért, mert Makón bezárták az osztályokat, ugye? Önálló kórház kell Vásárhelynek is, meg Makónak is. Mi ezeket az ígéreteket fogjuk megvalósítani, és most itt van Dobrev Klára, és el fogja mondani, hogy nem a levegőbe beszélek, mert ha én leszek az országgyűlési képviselő, akkor bizony Klára és Klára kormánya támogatni fogja azokat a törekvéseket, amiket én itt elmondtam. Dobrev Klára az eseményen hosszasan bírálta a kormány elmúlt években hozott intézkedéseit. A rendezvényen a DK programjáról csak néhány dolog derült ki. Például panelfelújítási programban gondolkodnak, az egészségügyet is modernizálnak, és a nyugdíjak svájci indexálásához való visszatérésről is szó esett. De ami biztos, szinte mindent másképp csinálnának, mint a mostani kormány. A DK miniszterelnök jelöltje, miután a Fidesz elleni kritikákat sorolta, saját magának ellentmondva úgy fogalmazott, nem egy olyan politikát szeretne folytatni az országban, ahol az ellenfelek támadják egymást. Higgyék el! Az a tisztességes politizálás, amikor nem azt mondom, hogy a másik miben rossz, nem a másik embert szidom, nem a másik jelöltnek mondom el a gyengeségét, hanem egyszerűen arról beszélek, hogy szerintem én miben vagyok jó? Ilyen politikai kultúrát szeretnék Magyarországon. Dobrev Klára a Hódmezővásárhelyi Fórumon már azt is vizionálta, hogy az előválasztás lefolyása után mire lehet számítani a Fidesz oldaláról. Pontosan tudom, hogy a tisztességes előválasztási küzdelem után egy igazi, mocskos, tisztességtelen kampányt fog a Fidesz művelni. Biztos vagyok benne. Kemény küzdelemre számítok. Tisztességtelenek lesznek, aljasak lesznek, eddig is azok voltak. Márki-Zay Péter, a Mindenki Magyarországa mozgalom miniszterelnök jelöltje korábban azt nyilatkozta, retteg attól, hogy Dobrev Klára nyeri az előválasztást. A DK jelöltje erre a kijelentésre stábunknak úgy reagált, ebben nem hasonlítanak, ő ugyanis nem fél politikus társától. Mint mondta, meglátása szerint az ilyen kijelentések beleférnek egy politikai vitába, és sértődésnek itt nincs helye.